A gyűrű, ami nevében is sejteti az egyetemi létre való finom utalást, a viselőinek pedig komoly felelősséget jelent. Ez az a díj, ami a legnagyobb elismerésnek számít a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium pályázatának kiállítói között. Mindig van egy külsős zsűri, akit meghívnak, ennek vagyok én az egyik tagja. És hát egy, azt látom, hogy ez egy tulajdonképpen egy universitás gyűrű, a fődíj, amit az iskola vezetősége korábbi években alapított. Azon elgondolásból, hogy hallottam a kollégáktól, hogy olyan művek létrehozására inspirálja a diákokat, amelyek már akár egyetemi szintűek is lehetnek. És hát ennek az elgondolásnak a mentén álltunk neki a zsűrinek. Tulajdonképpen Magyarország két legjelentősebb művészette képzésével foglalkozó egyeteméről jöttünk, a Magyar Képzőművészeti Egyetemről, illetve az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti képzésének az intézet igazgatója van jelen, és hát nekiálltunk ennek a kiállításnak az áttekintésére és a legjobb művek kiválasztására. A közel 20. alkalommal megrendezett pályázati kiállítás elismert lehetőség a diákok között. Éppen ezért minden évben gazdag anyaggal jelentkeznek. Közel 80 alkotás található a kiállítótérben. Egy áprilistól áprilisig terjedő egy év szakmai anyagát foglalja össze. A diákok pályázhatnak szakórán készült alkotásokkal, illetve szakórán kívüli alkotásokkal is. Egy a lényeg, hogy legyen egy mentor tanár mögötte, akivel folyamatosan konzultálnak, és együtt jussanak arra a konklúzióra, hogy kiállítás érett lett a pályamű, és beadható. A képzőművészettel, iparművészettel foglalkozóknak mindig az a legnagyobb megmérettetés, amikor a nézővel találkozik a gondolat. Képzőművészeti kategóriában az elismerő gyűrűt Barnai Viktória kapta, aki önmagát jelenítette meg alkotásában. Szerettem volna egy olyan portrét csinálni, ami tényleg személyes, és ez leginkább ugye önmagam által jött össze. Nagyon sok munka volt vele, és nagyon tényleg sok mindent kellett csinálnom, szóval tényleg nagyon hálás vagyok érte. Iparművészeti kategóriában pedig az Universitas gyűrű boldog tulajdonosa Jaskó Emőke lett, aki a Peti a kis elefánt történetét ismertető könyv illusztrációját készítette el. Az iskolát megkereste egy írónő, Szigetfalvi Erika, hogy egy gyerekkel, diákkal szeretné illusztráltatni a könyvét, és a tanárok engem ajánlottak be, szóval így én csináltam meg, és nagyon komplex, ilyen hosszú távú folyamat volt, szerkesztéssel, illusztrálással, mindennel. Iparművészeti kategóriában első helyezést ért el Gyuris Laura, a második Ladányi Kitti, a harmadik pedig Lukács Viktória lett. Képzőművészeti kategóriában első lett Kolozsvári Diana, második Molnár Csilla Bíborka, harmadik Babják Nóra.